Az új kormány összetételi lehetőségeiről beszélünk itt a következőkben. Rövid összefoglalunk következzen a témáról. A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között másfél évvel ezelőtt megkötött megállapodás szerint a kormányfőcsere május végén meg kellett volna történjen. Bő két héttel ezelőtt viszont a koalíciós pártok vezetői abban állapodtak meg, mondhatni Márcsil Csolákú PSZD elnök nyomására, aki egyébként a vetésforgó felfüggesztését kérte, hogy elhalasztják a rotációt addig, amíg megoldást találnak a tanügyi sztrájkra. Felelősséggel vállaltuk a helyzet orvoslását, és ma ezt egy kormányrendeletben meg is tettük, mondta a leköszönő miniszterelnök. Considerat fiind că acest conflict a fost încheiat. Mivel pontot tettünk ennek a munkakonfliktusnak a végére, és amint ezt a koalíció szintjén is felvállaltuk, íme eljött ez a pillanat, amikor befejezem a kormányfői tevékenységem. Következésképpen, miután az államfőnek is benyújtom a lemondásom, a koalíciós tárgyalásaink következményeként elkezdjük a rotáció gyakorlatba ültetését. Kormányzati források szerint már kedden lezajlik a konzultációs sorozat Klaus Johannis államelnök és a parlamenti pártok képviselői között az új kormány felállításáról, annak érdekében, hogy a kabinetről június 15-ig dönthessen a parlament. Az államfő várhatóan Márcsil Csolákú PSZD elnököt bízza meg a kormány alakítással. Továbbra is kérdéses azonban, hogy az RMDSZ marad-e a kormányon. És a továbbiakban Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője telefonon csatlakozik hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok! Az RMDSZ helyzetéről, szerepéről a következő kormányban ma mit lehet biztosra mondani ma este? Egyelőre mi azt látjuk, hogy minden nyilatkozat arra mutat, hogy még nincs semmi sem lezárva, a tárgyalások folytatódnak. Mit szeretne a szövetség a továbbiakban? Tárgyalások folytatódnak, ugyebár, és azután is, miután megbízás kap Csolákú úr az államfő részéről, hogy megalakítsa az új kormányt, utána is valószínűleg lesznek még tárgyalások. Nekünk elég egyszerű volt ez az álláspontunk, többször elmondtuk azt, mi azt szeretnénk, ahhoz ragaszkodunk, hogy tartsuk be azt a protokollumot, amelyet 2021-ben a három politikai alakulat aláírt, akkor, amikor ez a koalíció létrejött. Ez az álláspontunk továbbra, és úgy gondoljuk, hogy ugye azt tudjuk, nem tegnaptól létezik ez a probléma, van egy általános bizalmatlanság a politikummal szemben a román társadalomban, a romániai társadalomban, és egyáltalán nem lenne egy jó jelzés, hogy amennyiben a politikusok aláírnak valamit, azt utána nem tartják be. Tehát tekintve, hogy mind a három politikai alakulat elnöke ellátta kézjegyével annak idején ezt a dokumentumot, ami tulajdonképpen a koalíciónak a működését szabályozta, és a rotációt is, a rotációról is rendelkezett. Azt szeretnénk továbbra is, és ez egy jó üzenet lenne a társadalom fele is, hogyha ezt betartanánk, ha egyszer valamit vállaltunk, ha egyszer valamit aláírtunk felelős politikusokként, akkor azt be kell tartani. Képviselő, ez azt is jelenti, hogy amennyiben az új kormány mondjuk az RMDSZ partnerként tekinti, kormánykoalíciós tagként tekint az RMDSZ-re, és megtartja a szövetség számára úgymond a fejlesztési és a környezetvédelmi tárcát, de más pozíciókban, más minisztériumok esetén vált, akkor sem elfogadható ez ilyen szinten a szövetség számára? Ezt nem értettem pontosan, tehát a fejlesztésen és a környezetvédelmen kívül mit mondott? Hát, hogy ugye ön azt mondja, hogy azt kéri a szövetség, hogy tartsák be azt a protokollumot, de hogy a protokollumban az RMDSZ szerepe és két minisztériumi tisztségén kívül, hogyha mást a politikai partnerek, a PSZD és a PNL-i más tárcák váltásában egyezik meg, akkor az elfogadható-e lenne az RMDSZ számára? Tekintve, hogy a rotáció ránk nem vonatkozik, mert mi a rotáció, tehát ennek a protokollumnak több része volt, az egyik része rendelkezett a rotációról, a vetésforgóról. Abban az RMDSZ nem volt partner, úgy mondanak ellenére, hogy az egész dokumentumot aláírta, mert nem vonatkozott ránk az a része, mivel mi miniszterelnöki tisztséget nem foglaltunk el ebben a kormányban. Minden minisztérium csere a miniszterelnök cseréhez kötődik. Tehát ilyen értelemben ez ránk nem vonatkozik, és azért, ez le is van írva amúgy, azért kérjük ennek a betartását. Tehát más
Itt mindenféle javaslat elhangzott, ugye az energiaügyi minisztérium, az Európai Alapok minisztériuma, de semmilyen tárgyilagos okot nem látunk arra vonatkozólag, hogy miért lenne indokolt az, hogy ezt a két minisztériumot, amit eddig is a protokollum értelmében az RMDS vezetett, hogy miért ne vezethetnénk tovább is. Tehát, hogy az RMDS más minisztériumok ajánlatát nem fogja elfogadni a Csoláku vezette kormánytól? Hát az biztos, hogy a fejlesztési minisztérium az a határ. Tehát az biztos nem fogja elfogadni, hogy a fejlesztési minisztériumot nem mi vezessük. Nyilván, hogy elsősorban a protokollumhoz ragaszkodunk, de a valamilyen kompromisszumos megoldásban természetesen lehet gondolkodni, de a legegyszerűbb az lenne, ha a protokollumot betartanák. Mi ezt közvetítettük a koalíciós partnerek felé. Jelenleg a PSZD részéről van-e arra nyitottság, hogy úgymond ezt a protokollumot az RMDS szempontjából két fontos tárcát megtarthassák? Ebben a pillanatban nem úgy tűnik, de nem mondom, hogy ez végleges, tehát a tárgyalások nem értek véget. Korábban is említettem, hogy lesznek még tárgyalások, valószínűleg miután az államfő megbízza Csolákot a kormányalakításon, még utána is, tehát nem mondanám, hogy ez a végleges álláspont, viszont az eddigiekből úgy tűnik, hogy nem igazán hajlandóak. Köszönöm szépen képviselőrnek, hogy itt volt velünk erre a pár percre is. Folytatjuk itt a 24 plusz stúdió vendégemmel, Szász Attila van itt a továbbiakban is velünk. Számtalan kérdés merül itt fel, és persze találgatások egyelőre, Attila. Kezdjük azzal, hogy szerinted a mostani újabb egyezkedések sorozata, ami itt elkezdődött, mennyire láthatunk ebbe bele azaz, hogy valóban lezárulhat csütörtökig ez az egész egyezkedés, és lehet egy új kormány a Romániának? Elméletileg igen, tehát a számuk ehhez adottak, a parlamentben a megfelelő többség megvan, a két döntő politikai alakulatnak a támogatása és a ügy iránti elköteleződése megvan, tehát gyakorlatilag lehetséges. Hogy látod te az RMDS helyzetét ebben a... Hát ugye 3 hete megy a vita azon, hogy marad, milyen feltételekkel, továbbra is ül a tárgyalóasztalnál, de ahogy ma Kelemen Hunor a szövetség elnöke fogalmazott, mi maradunk, de lehet, hogy minket löknek ki az asztaltól, le a lépcsőn. Szóval hogy látod az RMDS helyzetét? Én igazából a pragmatikus megközelítést tartanám észterűnek a jelen pillanatban. Viszont lehet, hogy vannak számítások, amelyek nem kifejezetten a holnapi... Hát, hogy ott lenni, a döntéseket hozzák. Én gyakorlatilag nem látom értelmét egy olyan ellenzékben menni, ahol az egyik felemen az EU, a másik felemen az USZ-ére van, tehát gyakorlatilag nincs kivel tárgyalni, nem tud semmilyen konstruktív ellenzéki munkát folytatni. Úgyhogy ha van ebben ráció, hogy ellenzékbe vonulni, akkor az biztos nem arról szól, hogy mi lesz holnap, hanem más választási kampány logikát követ. Ugye jövő évben négy választás áll előttünk, és lehet, hogy ilyen megfontolásból akár okosabb lehet. Én nem gondolom ezt egyébként, de lehet, hogy vannak ilyen számítások, amelyek szerint jobb kimaradni ebből a kormányból, amelyik most ugye készül egy nagyon nehéz évre. Tehát úgy, hogy lejárt most a pedagógus sztrájk, valószínű következnek egyebek, jön még egy tél, magas árak, stb. Tehát távlatilag lehet, hogy van abban is ráció, hogy kimaradni jelen pillanatban nem látom. Ezt a pragmatikus megközelítést, ha alkalmazza mondjuk a szövetség, és azt mondják, hogy igen, ott kell lenni, ahol a döntéseket hozzák, akkor a valamit valamiért kérdésre mi a jó válasz? Azaz most ugye itt Csoma Botond is elmondta, hogy a fejlesztési tárca az alá nem, de hogy felajánlották az Energiaügyi Minisztériumot, illetve az uniós alapoknak a minisztériumát és a szövetség számára, ez nem lenne elfogadható? De mondom, kérdés, hogy milyen számítás van mögötte. Tehát biztos, hogy nem, tehát ez lehet egy ürügy is, lehet egy alibi is, hogy egy kommunikációs stratégia is, hogy ez az, egy olyan kérdés, amit nem tudnak megadni, hogy akkor tudjak kilépni a kormányból. Tehát ez... Igazából én azt látom, hogy a két nagy párt szeretné az RMDS-t a koalícióban tartani, tehát
továbbra is fenntartanak ezt a, ezt a hármas felállást, viszont matematikailag nincs szükség az RMDS-re, tehát az RMDS nélkül is pont úgy megvan a két párt a parlamenten, tehát mindent át tud vinni az RMDS nélkül is. Az RMDS-nek igazán nem maradna mozgástere, ezért mondom azt, hogy ha az RMDS úgy dönt, hogy kilép ebből a kormányból, akkor ezt egy távlatív cél miatt teszi. Nagyon rövid az időnk, de kíváncsi vagyok még a véleményedre. Ma elhangzott Pârvulescu-nak egy elemzésében azt, hogy sokkal gyengébb kormány lesz, ha csak ugye a számok alapján nincs szükség az RMDS-re, de az RMDS nélkül egy sokkal gyengébb kormánykoalíció lesz Romániában, hiszen a nagyon instabil geopolitikai helyzetben igenis fontos Romániának az, hogy legyen egy olyan politikai partner a döntéshozásban, amely a kisebbségeket képviseli. Miért fontos ilyen szinten az RMDS szerepe geopolitikai szempontból? Nézzük ezt a térséget, tehát a szomszédban háború van, valószínű, hogyha egy kisebbségi, tehát a magyar szervezet kiszorul a koalícióból, erősödhetnek a nacionalista hangok, valószínű a koalíciós pártok is bátrabban ütik meg ezt a tónust, ugyanakkor az ő logikájuk az, hogy az EU-ral szemben, vagy az EU-ral, igen, tehát valamit kezdeni kell. A szeret úgy tudják kifogni az EU vitorláiból, hogyha ők is nacionalistább hangnemet ütnek meg. Tehát igen, a közhangulat, a békés együttélés, stb. Tehát azt kívánják, hogy az RMDS ott maradjon. Tehát én értem ezt a nemzetközi szinten is megfogalmazott követelményt, ha jól tudom, Klaus Johannes is ezt szorgalmazza. Mondom, hogy ez most az RMDS-en múlik, hogy hajlandó-e bevállalni bizonyos kompromisszumot. De hogy lehet, hogy az erdélyi magyar működésünk, fejlődési irányok, hogyha nincs ott az RMDS a kormányban, akkor itt lezárhatunk, becsukhatunk egy kaput, és azt mondjuk, hogy a következőkben eddig volt szülés lágykenyér, de holnaptól már nincs? Nem gondolom, hogy minden áron kormányunk kell lenni. Tehát van ennek egy ára, és ezt ugye mérlegelni kell, hogy meddig lehet elmenni ebben a kérdésben. És nem gondolom azt, hogy az RMDS kivonul a kormányból, akkor itt most vége az életnek, le kell kapcsoljuk a villanyt, és nem fog több iskola épülni, és több felújítás. De minden bizonnyal kevesebb lesz. És valószínű, hogy a polgármesterek többsége ezt így is gondolja. A polgármesterek azt szeretik, hogyha az RMDS döntéshozó helyzetben van, hogyha a forrásokat tud biztosítani különböző fejlesztésekre. Most a kérdés, hogy az RMDS, hogyha most ellenzékbe megy, meddig megy ellenzékbe? Hogyha most becsukja maga mögött az ajtót, akkor másfél év múlva a választások után hogy gondolják majd azok, akik megnyerik a választásokat? Nagy valószínűséggel választások után is egy PSZDP-nél egy koalíció fog körvonalazódni, tehát egyik nagy párt sem érdekelt az EU-ról való húzamosabb és stabilabb együttműködésben. Úgyhogy ilyen szempontból az RMDS-en belül még van mit tárgyalni, tehát hosszú éjszaka lesz. A következő pár nap tehát nagyon izgalmas lesz politikai értelemben, mi is követjük itt. Én köszönöm Attilának, hogy itt volt velem, és beszélgethettünk ezekről. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy itt voltak. Holnap este ismételten 8 órától én várom itt önöket a 24 pluszban, és hát minden valószínűséggel a kormányalakulási folyamatokról is szó lesz, úgyhogy érdemes lesz holnap este is velünk lenni itt a 24 pluszban. További szép estét önöknek, a viszontlátásra.